Vasárnap sok minden el fog dőlni, legalábbis a választásnak az eredménye. Hogyan készül erre a napra? Hát hiszen leginkább reménnyel, meg bizalommal, hogy nem lesz érvényes és eredményes az a népszavazás, és 10 év után először megállítjuk Orbán Viktort ebben a dúlásban, amit végez. El fog menni szavazni? Dehogy megyek. Mit fog csinálni vasárnap? Tehát hol lesz a felelősség? A felelősség abban áll, hogy nem megy el? Igen, a felelősség abban áll, hogy az én erőfeszítésemmel, ami személyes, meg hát nyilván a pártom közös erőfeszítése, megpróbáljuk távol tartani ettől a történelmi politikai játszmától az embereket. Hát én minden bizonnyal főzni fogok, de ez nekem, hogy mondjam, a tipikus vasárnapi programom, úgyhogy ebben semmi újdonság nincsen. Mi lesz, ha mégis a választóknak a döntő többsége elmegy, és nemmel voksol? Az egy pofon lesz önök szerint? Vagy ezt gondolom, ezen is gondolkodtak. Nézzen, az első mondat ilyenkor mindenképpen az, hogy tudomásul kell venni az emberek döntését. De akkor bár nem örülök neki, azt hiszem, hogy talán nincs is feltétlenül igazuk, de ha így döntöttek, akkor ez a nép akarat legitim kifejezése. A következménye pedig nagyjából kettő, ami kézzelfogható. Az egyik, hogy folytatni fogja ezt a külön utas politikáját a miniszterelnök megerősödve, fúj Brüsszel, éljenek a keleti szelek, másik oldalról természetesen át fogja fordítani azonnal magyar témákra, hogy hát ezek szerint támogatják az én politikámat a magyarok, ezt fogom folytatni, és rá fog fordulni a következő választásokra, hogy ezt előre hozza-e, rájöv ennek a hullámára, amit sokan valószínűsítenek a Fidesz vezetésében, vagy kivár a 18-at, ki tudja.